Jó estét kívánok, kedves nézőink, ha hétfő este, akkor Erdély Kávéház, mégpedig április 11-én, amely nem más, mint a Magyar Költészet napja. Ilyenkor stílusosan a szerkesztő, műsorvezető leül egy bölcs költővel a költészet nagy problémáiról beszélgetni. Így tettünk mi is ma, bölcs költőnk nem más, mint Barta László Zsolt. Barta László Zsolt, színművész, költő. 1986-ban született Szatmárnémetiben. 2008-ban végezte el egyetemi tanulmányait a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem színész szakán. Azóta a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának tagja, versei a Látó Szépirodalmi folyóiratban jelentek meg. Jó estét kívánok, művész úr! Jó estét! Költő vagy művész? Vagy a kettő nem zárja ki egymást? Hát szerintem egyik se, vagy mind a kettőt ilyen maszek módon csinálom. Hát vagy művész olyan szempontból, hogy színész vagyok, akkor legyen, de hogy ez, hogy verseket írok, ez csak egy ilyen plusz valami csoda foglalkozás kiegészítője annak, hogy színházazok. Színházazok? Á, így mondtam. Aha. Jó, tehát tegezhetjük egymást? Hát persze. Jó. Félek, hogy elrontjuk ezt a magázódást. Kedves nézők, túl régóta ismerjük egymást. Nem menne, úgyhogy ma tegeződni fogunk. Zsolt vagy László? Melyiket szeretnéd? Én nem tudom, én a Zsoltot szoktam. Akkor legyen Zsolt. De te melyiket szereted? Na, én is jobban szeretem a Zsoltot. Őszintén én soha nem szerettem téged öcsiznek, ugye? Sokan. Én se élvezem. Nem élvezed? Nem. Jó, mert én se élveztem, mert azért az emberrel történnek dolgok, az ember egy kiváló színész, rengeteg fontos szerepet játszik nagyon jól, és akkor megy az utcán, és öcsike, legalább öcsi művész, vagy valamit mondjanak. Nem, ezt nem akartam már így kiavítani, vagy nagyon hülyén érezni magam, mert hogy valóban így 30 éve mindenki öcsizik. 30 éves vagy? Há, igen, annyi vagyok. Isten éltes. Köszönöm. És így nem tudom, az nagyon hülyén érezni magam, hogyha egy kikérném, hogy ezentúl vagy László, vagy Zsolt vagy. Félek, hogy soha nem fog elmúlni. Nem is fog, de nem baj. Is annyira. Hát persze, én is megszoktam. Van egy név, amit utánam szoktak kiabálni, gyűlölöm. Nem mondjuk ki. Tudod, évekig nyugton voltam attól a névtől, mert azt szülővárosomban és fiatalkorom színhelyén használta valaki. És akkor úgy elterjedt, és elkerültem Marosvásárhelyre, és senki nem tudta. És olyan jó volt. Persze az Attilát sem szeretem. Még Csaba is vagyok, arra meg nem is fordulok meg. És akkor egyszer csak megjelent az egyik barátom Nagyváradról, és úgy utánam kiáltott, hogy Káspi, és onnantól kezdve ez az, amit nem tudok. Na mindegy, most nem rólam van szó, hanem rólad. Rólam sem, most beszélünk. Te színész vagy. Azok, igen. Egy nagyon komoly színész vagy. Annyira nem. Vagy de? Hát én azt hiszem, hogy igen, mert az utóbbi időben, nem csak az utóbbi időben, én azt hiszem, hogy a Harsányi Zsolt rendezésében figyeltem fel először igazából. Nő a múltból. Nő a múltbólban. Az előtte játszottál még valamit? Nem. Az volt az első szereped? Akkor az első szereped. Az első nevesített szerep, mert aha, előtte volt az Olasz szalmak alatt, és ott... Azt láttam pedig, de ott futkároztunk. Abból valahogy semmire nem emlékszem. Nem, ott a konfisokat, igen, ott a kocsikat ott tologattuk. Az egyetemen még ugye emlékszem, de hát az egyetemen ugyan sokan voltatok. Ki volt a tanárod? Többen voltak. Kivel kezdtük? Volt Kovács Levente és Györfi András, aztán Kovács Levente tanár úr egészségügyi problémákkal küzdködve így átadta a tanítást Tompa Klárának, aztán Györfi András. Szintén átadta? Nem, átadta, akkor lett Tatai Sándor, és így fejeztük be Tompa Klárival és Tatai Sándorral. De én a Tompa Klári óráira emlékszem, egyszer-kétszer ott voltam, és úgy néztem, hogy nagyon izgága a pasas, aki egy pillanatig nem tud csendben ülni. Az iskolában is ilyen voltál? Igen. Nem tudtak lekötni téged, vagy kevés volt az, ami feladatot adtak? Hát nem tudom, így nagyon hülyén érzem magam, hogyha így valami megfordul az agyamban, vagy a fejem, és én azt nem tudom kimondani. Apropó versek például, ez az izgasság, ez azt hiszem, hogy a színház mellett ezért írogatok, mert hogy az egy másféle arcomat mutatná meg, vagy egy
másféle lényege van, mert még viccelődünk, vagy izgálják vagyunk így a hétköznapokban, meg a színházban, meg egyáltalán, addig így nem tudom, így a verse egy olyan, mint hogyha egy ilyen... Én nem érzem magam egy szomorú embernek. De szerintem úgy a tökéletesség, vagy az egyensúly az akkor vagány, hogyha... Ennek a mondatom mindjárt a végére. Jó, semmi gond. Még tudom követni. Nem, szóval, hogy én nem vagyok egy szomorú ember, és holott meg a versekkel például nem tudok viccelődni, vagy amikor írok, akkor nem lesz jó kedvem, sőt, valami melankolikus állapotba kerülök. Hogy kezdődött a vers? A vershez való viszony, nem az írás. Neked, Zsolt, mi volt az első vers? Valami húsvéti locsoló vers? Nem. Gondoltam, hogy ez a kérdés így felesztéve, és így pont ezért nem készültem, csak így gondolkoztam, hogy mi volt az az első alkalom, amikor egyszer megbetegedtem a kórházban. Vagyis megbetegedtem, és kórházba kerültem, másodikos voltam. És naplót írtam. És azt vettem észre, hogy egy csomó mindent elhallgattuk a naplóban. És ezt mondom, második osztályos voltam. És arra emlékszem, hogy ezt írtam le, hogy ha behunyom a szemem, akkor innen el tudok menni, vagy nem tudom, hogy a képzelő erőmre bíztam azt, hogyha tényleg erősen, vagy hogyha nagyon hiszek abban, hogy szemem behunyva, mert nem éreztem jól magam a kórházban, vagy nem tudom ki az, aki milyen jól érzi. Egy egyszerű vakbélgyulladás volt, nem semmi halálos nem volt. Csak nem élveztem ott azt az egész helyzetet, ami a kórházban volt, és akkor én azt elkezdtem ott írogatni, hogy most behunytam a szemem, de még mindig itt vagyok. És valahol ebből a, nem tudom, titokból. Utána meg naplót írtam nagyon sokáig, és mindig így visszaolvastam, és így az egész naplónak volt egy lüktetése, vagy dinamikája. Nem ilyeneket írtam, hogy ma reggel ettem 2 főtt tojást, és akkor ez milyen jól esett nekem, hanem nem tudom, így hangulatokat örökítettem meg formán. És az volt az őse a vershez való viszonyom? Szerintem igen. Aha. Aztán a 9. osztályban gondoltam, hogy milyen jó lenne egyet így. Hát nem tudom, hogy a lányoknak ez itt tetszett, vagy azt éreztem, hogy azáltal, hogy írsz, az több. És akkor kicsit így a hajadat így odébb dobtad, és így... De az így kezdett így elkapni. Van, aki sportol. Azt is csináltam. Jó, de aval csajozik. Igen, de hogy sportoltam és verset is írtam. De nem is a csajozás volt, hanem hogy érdekesebbnek akartam tűnni, mint... És lehet, hogy ez ilyen hülye hozzáállás volt, de az úgy szép lassan kezdett ugye. Mi volt az a vers, ami mondjuk, hát még nem színészként, úgy azt mondta, azt azért úgy elmondanám hangosan. Vagy nem volt ilyen? Ez a saját verseny? Nem. Hanem nem. Úgy egyáltalán. Most vegyük ezeket a József Attila, meg... Az első olyan vers, amit tudja eszem. Kosztolányi. Volt-e egyáltalán? Persze. A Szabó Lőrincnek a Semmiért egészen, ez egy... És előtte meg a... De ezelőtt még a Nyitnikig, Szabó Lőrincnek. Nem tudom, így volt egy ilyen Szabó Lőrinc. Anyukám nagyon szereti Szabó Lőrincet. Te meg szereted anyukádat. És így meg... Ebből következik, hogy te szereted Szabó Lőrincet. Igen, zóihusan. Olvasol még verseket? Hát hogy nem. Hogy választasz ki egy verset? Hogy, na most ezt elolvasom, vagy egy kötetet le tudsz úgy ülni, és kezded az első versnél, és Igen, amúgy így szokott történni. Kicsit olyan, mintha NPM-es zenét hallgatnál, hogy így olvasod a verset, olvasod, és egyszer csak így valami... Melyik az, amit nem hagynál ki, hogyha megjelenik? Hogyha megjelenik, melyik? Hát jó, nem akartam azt mondani, hogy melyik az a kedvenc költőd, melyik a kedvenc verset. Tehát megjelenik a kötete egy költőnek, és azt mondod, hát ezt azért megnézem, ezt azért elolvasom. Ján Károly, Halmosi, Orravet címmel. Most ezekkel vagyok elbíbelő. Nők közül semmi? Női költő? De, Hervai Gizellát olvastam legutóbb. De most így inkább... Tudod, hogy Hervai járt színire? Nem tudtam. 2 évet végzett el. Nem még Kolozsváron. Nem tanított, hát köszönjük szépen. Még Kolozsváron járt színire, és aztán nem jött át Marosvásárra, mert az egyetemet közben áthelyezték. És találtam ilyen feljegyzést, hogy Hervai Gizella elment vakációra, és az egyetem adott neki egy darab vászonszoknyát. Mert akkor volt egy ilyen gondoskodó állam a szocializmusban, és adott sapkát, szoknyát, férfiaknak nyakkendőt, és ott van Hervai Gizella, átvettem egy darab vászonszoknyát. És akkor így néztem, nekem olyan kiszolgáltatottnak tűnt ez az egész, hogy milyen dolog az, hogy felmész az egyetem vezetőségét, és adnak neked egy szoknyát. És akkor te aláírod, hogy kaptam egy szoknyát. De azt hiszem, hogy nem lehet a mai dolgokkal megközelíteni a múltat, úgyhogy
furcsa lehetett, nagyon furcsa. És most küldött át valaki két gyönyörű fotót, Marosi Péter, Hervai Gizella a román tengerparton röplabdázik. És ez olyan furcsa, mert én is nagyon szerettem azt a kötetét, hogy lódenkabát egy kelet-európai szögre akasztva például, na mindegy. Verset mondani szeretsz? Szoktam, igen. Szoktam mondani. Egy időben így elbátortalanodtam el. Mert? Hát egy valaki azt mondta, hogy így kell verset mondani. Én pedig nem éreztem azt, hogy így kell verset mondani, nem csak úgy egyáltalán. Mm-hmm. Ahogy nem hiszem, hogy erre van recept, hanem én mit akarok közölni. És akkor a verset hogy szoktad kiválasztani, ha felkérnek, hogy verset mondj? Hát először még eléggé lusta vagyok, először mindig arra szoktam gondolni, hogy melyik az a vers, amit már tudok. Melyiket tudod? Hát most azt hiszem kapásból egyet sem tudnék elmondani. Lehet, hogy a Ján Károlynak a kamaszát, de lehet, hogy csak az első két sorát, hogy a magánéletem teljes kudarc, jobb erről nem beszélni. Azt hiszem. Ez így sűrűn eszedbe jut ez a két sor. Az utóbbi időben igen. De ez nem jelent semmit. Semmit. Csak hogy ez egy vers. Van ez a két sor. Ez a pipa, ez egy pipa, értem. De a versben is van pipa. Uh-huh. Igen, hogy is van. Pipa vagyok, elfojtott Nikkel szamuvá. Na, összeállítjuk egy figyelem, Ján Károly, ezt a műsort nézni kell. Na jó, szóval te nem vagy az a típus, aki megtanulsz 3-4 verset, hátra szüksége lesz valakinek, hanem amikor azt mondják, hogy Zsoltika, kéne verset mondani, akkor keresel valami verset. És így a régi klasszikusok közül, Petőfi, Arany, inkább Arany, Vörös Marti. Arany. Egy időben nagyon így Arany, nem tudom, őt olvastam rengeteget, Aranyt. Nagyon kisebbséghez tartozó, sajnos. Miért? Vagy mindenki Petőfit olvas? Hát, szerintem a Petőfit se olvas. Szerintem valahogy ezek úgy jókaival, mindennel úgy valahogy elvesztek. Pedig az az igazság, hogy ha újraolvas az ember az egész Petőfit, mindig talál 3-4 olyan verset, ami bármikor elmondható 2016-ban vagy 2018-ban. Na jó, beszéljünk a te verseidről. Mit elkezdtél írni 9-es korodban, hogy tetszett a lányoknak, és akkor... De nem, ez a lányoknak, ez csak egy ilyen... Jó, akkor fiúknak, és akkor úgy odacsúsztattad valakinek, hogy nézd meg... Nem, mert mindig szégyeltem, írtam valamit, és egy kicsit ilyen... Mindig azt magamnak írogattam először. De tényleg, és így, hogy ezért is volt hülyeség azt mondani, hogy így a lányoknak, hanem egyáltalán az, hogy így írtál, azt éreztem, hogy ez egy picivel több, mint hogyha nem írnám. És akkor ebből így, amikor így újraolvastam így a napló bejegyzéseimet, volt egy lüktetés, egy dinamikája, szóval... De ma már nem írsz naplót? De az is ilyen vers formájában van, kicsit olyan, mint hogy ilyen prózai... Jó, de a vers nálad most mit jelent, hogy rímekben? Nem, nincsenek nagyon rímek, hanem az egésznek van egy lüktetése. Biztos, hogy a prózának is van egy dinamikája. Én meg vagyok győződő, hogy van. Nem szoktam rímekbe írni. De úgy olyan szemérmes vagy a verseid, de nem nagyon szeretett publikálni őket. Nem tudom miért. Azért, mert hogy így azt érzem, hogy nagyon sok a hiányosságom, vagy hogy... Például amikor kötelező olvasmány volt Mikszáth Kálmán, nem olvastam Mikszáth Kálmánt, és így azt hiszem, hogy szükséges az, hogyha így irodalommal foglalkozol, hogy úgy mindent olvassál, vagy mindenről tudjál, ne csak bizonyos. Na, de ezért... Erről tudnánk vitatkozni. Tudod, ez Mikszáth Kálmánt mondod, és most ugye, így, eszembe jut, nem, de eszembe jut a Hájó Kovács történet, hogy az is olyan bátran műtött, amíg nem tudta meg, hogy végül is milyen veszélyek leselkednek rá. Én azt hiszem, hogy az alkotásnak és ez a versírásnak is, igaz, életemben nem írtam verset, talán azért, mert túl sokat olvastam. Összezavart volna. Nem. Így van. Tehát ha nem tudod elfelejteni mindazt, amit a versről és a költőkről tudsz, akkor én szerintem nem tudsz verset írni. Vagy én nem tudnék verset írni. Én mindig csak olyanba vágtam bele, ahol abszolút amatőr voltam, és nem zavart a tudás. Most hülyeskedtem. De Bíró Évettet idézem, hogy az alkotás első pillanata a felejtés. Mindent el kell felejteni, amit arról addig tudtál. Mert ha nem kliséről kezdesz ugrálni, inkább bukjál bele. De próbálj valami új utat járni. Meg egy picit így az van, hogy nem valószínűleg az önbizalmamon is így forma valamilyenféle baj van, mert hogy így tényleg így írok valamit, akkor először elolvasom, azt tetszik,
Akár meg is van egy-két ember, akinek meg szoktam mutatni a verseimet. Uh-huh. Kinek? Hát Cilinek, Trabalka Cilinek, Györgyinek szoktam megmutatni a verseimet. Uh-huh. És, anyukádnak? Nem, nagyon, néha. Aha. És hogy került végig is a verseim? Meg egy időben Simon Gyurinak mutattam, egy magyar tanár. Aha. Én onnan tudtam meg, hogy te verset írsz, hogy néha, tehát úgy vagyok vele, mint az éjjeli menedékhelyben ugye mondják, hogy a himlő, a jó módon olyan, mint a himlő, a betegség elmúlik, de a nyoma megmarad. Tehát néha olvasok irodalmi lapokat, vagy úgy teszek, hogy olvasok. És egyszer csak egész jó verset olvasok, Barta László Zsolt. Ha mondom, nézd meg, a Mocsadék egy jeles színésznek a nevét használja. Erre kiderül, hogy a jeles színész az nem más, mint költő. És akkor kérdeztelek meg, hogy... És azt mondtad, két versedet közölték eddig. A Népújságban vagy a Múzsában még közöltek. Uh-huh. Az volt a címanak, hogy naftalin szagú vers, de azt nem szégyellem, az egy ilyen... Azt hiszem tizedikes voltam, amikor így... De akkor jelenjen meg az a vers. Ja, és akkor elküldted a szerkesztőséget. És akkor megjelent. Uh-huh. Milyen rendes a Múzsa, Isten éltesse a Múzsát, 25. születésnap. Egy hete ünnepelte. Jó, de akkor hogy jelent meg ez a két versed? Odaadtad a versszerkesztőnek a Látótól? Dolgoztam Dorkával. Uh-huh. Porogi Dorkával. Porogi Dorkával. Rendezővel. És, írtam valamit a Rómaius Júliáról, mert akkor pont akkor... Azt próbáltátok? Azt próbáltuk, és megmutattam neki. Annak meg az volt a címe, hogy ami szép, annak kádban a helye. Nem tudom. Tudom, 11-ben írtad, gyere! Nem 11-ben írtam, hanem ezt így... Nem mondtad, hogy a naftalint 10-es korábban? Nem, a Rómaius Júliát, azt most játszottuk, nem. Jó, hát viccelek, na. Próbálok kicsit viccelni. Próbálok én is belelazulni ebbe a beszélgetésbe. Hát, két pohár vízbe költészet napján. Kedves nézőink, ez a... És, ez a kocsmai kultúra vége, mikor két ember két pohár vízet iszik. Igen. És dohányozni kell, hogy kimegyünk, de nem fogunk. És, Dorkának ezt így megmutattam, ezt a verset, és akkor ő meg mondta, hogy még mutogassak verseket. És kicsit olyan tudtam, hogy neki, hogy én nagyon félek Kafftól, de komolyan, mert szerintem egy nagyszerű költő, és így valahogy... Kovács András Ferenc, igen. Kossuth Díjas költőről beszél, Babér és Koszorúd, igen, és jó. És nagyon félek tőle, mert hogy így vagyis inkább a kudarctól féltem volna, hogy így elolvassa verseket, és akkor azt mondja, hogy na menj te, ha nem tudom hova, és hogy... Mert azt érzem, hogy ő nagyon profi abban. És akkor, hogyha jön egy ilyen forma dilettáns, mint én, akkor így nagyon kegyetlen tud lenni, és így el is várom, vagy sokkal inkább értékelem azt, hogy egy hülyeséget írok, akkor valaki elmondja, hogy ez egy hülyeség. Na, de elküldtem neki 6 verset, vagy elküldtem először 3-at, és akkor mondta, hogy még küldjek, hogy legyen miből válogatnia. És akkor még küldtem 3-at. És akkor 6 versből azt 2-re azt mondta, hogy ez akkor meg fog jelenni a Látóban. Azt hiszem, ez ilyen egyszerű. Megvan a Látó otthon? Igen, meg. Aha. Anyukád is megvette? Nem, én adtam neki. De úgy akartam ezt az egészet valahogy, ezt az egész verses menetet csinálni, hogy így... Hát persze, így titkon azért így vágysz arra, hogy így legyen egy köteted, vagy... Hogyha... Vagy már ugye eljut... Mert először nagybátyának nagyon tetszenek a verseim. És akkor mondta, hogy neki van egy ismerőse, és szívesen kötetbe szerkeszteni, vagy így... Meg tudna jelenni egy kötetben. Én meg nem akartam, mert azt éreztem, hogy nem vagyok erre felkészülve. Most azt egy kicsit bánom, mert milyen vagány lenne, hogyha most így már van egy kötetet, de nincs. És most meg, amikor meg ezt így kitaláltam, hogy így akkor forma legyen, akkor meg úgy akartam, hogy így megkerülve így, hát mondom így kafékat, vagy hogy nem akartam, hogy ők tudják, hogy én írogató. Nem. És akkor azóta csend van körülötted? Nem, kértem Kovács Vanás Ferenc, hogy még küldjek verset. Mert azóta eltelt egy év. És küldtél még? Nem, de fogok. Most így ez a beszélgetés felbátorított. Lehet, hogy újraindítjuk a rakétákat. Uh-huh. Olvasnál nekünk egy versedet? Igen, de telefonból kell majd olvasnom. Ó, hát figyelj, manzsettádra mégse írhatod, igen, mint a régiek. Ez... Szerintem a te generációdnak nagyon jól áll az, hogy telefonját előkapja. Hát ezt láttam a Szlemesektől, hogy csak nincsen sapkám. Jú, most mindjárt hadat üzenek itt. Nem bántjuk a Szlemeseket. Ez nem, nagy a világ, megférünk mellettük. De jó ötletet adtál, hogy egyszer beszélgessek már egy Szlemessel is a kávéházban, mert...
Az a cím, hogy ma mégsem. Jó. Fújj fel, kiabáltam. Nem tudom, hogyha lenne kötetem, amúgy ez lenne a címe. Ezt meséljek erről a versről? Ebben a versben az van, hogy van egy nagyon kedves ismerősöm, aki hát borderline kóros. Szóval egy picit így a valóságot néha összetéveszti azzal, amit ő így kitalál. De iszonyatosan tehetséges, és így csomó mindent tanultam tőle, és azt hiszem, hogy ez így annak hatására, vagy amikor egyszer nála voltam és eljöttem tőle, akkor írtam ezt. Mert utána annyira megijedtem, hogy nem akartam visszamenni. Na, és ez van, hogy ma mégsem. Ma mégsem úgy érkezel kockás zokniban, ma egyáltalán mondod nem lehet. És halkan mondod, hogy jobban figyeljek rád, mert mondod, magamra épp eleget. Szóval ott maradsz, ma nem érkezel. Nem teheted, mondod, és ez az egész amúgy is értelmetlen. Jobb volna, ha nem lenne. Túlságosan időigényes, mert másképp veled nem lehet. Ma mégsem úgy, ahogy elképzeltelek, hogy te jössz sietve, esőben, az utcán senki, csak te, de téged is csak az eső ernyőről ismerlek meg. Mert fentről nézlek, mint az istenek, szóval ma mégsem érkezel. Vízesen, kockás zokniban, ernyővel kezedben. Ez volt. Kedves nézőink, versnapi ajándékot kaptunk Barta László Zsoltól, aki exkluzíve életében először közönség, nagy közönség előtt, tévében, ugye? Ahogy igen. Tehát most akkor átestünk ezzel. Igen, kicsit izgultam, és remélem, hogy ezt majd elnézitek nekem. Ó, természetesen. Amúgy rájöttem, hogy aki idáig nézi ezt a műsort, az csak jó indulatú lehet. A többiek már rég kikapcsolták és átvitték. Nem, mert valószínűleg hogy mindig ilyen okos dolgokat kell mondani. Ja, nem tudom, én nem értek hozzá. Most, amikor dolgoztunk Bartissal a rendezésben, vagy biztosan akarta zárni ezt a beszélgetést. Dehogy akartam. Dolgoztunk ugye Bartissal a rendezésben, és így mondta így az ő, nem tudom, ilyen átható tekintetével, így mondta, hogy azért furcsa ez a helyzet, hogy ő most rendez, vagy amikor ilyen író-olvasó találkozón van, akkor így azért furcsa, mert mindenki azt várja, hogy valami nagyon okos dolgot mondjon. És ő nem szeret nagyon okos dolgokat mondani, vagy ő nem is nagyon szeret beszélni. És én is most pont ezt éreztem, hogy így egy csomó minden, vagy nem tudom, így több síkon így elindult az agyamnak a kiutal a labirintusa, és így nem fogod tudni befejezni, attól félsz, amikor ilyen nagyon okos dolgokat akarsz mondani. De képzeld el, hogyha minden tévéműsorban lenne egy okos dolog. Általában egy ilyen tévéműsor most, amiben beszélgetünk, ez 23 percet tart, és 23 percenként a szegény néző kapna egy okosságot. Meg se tudná emészteni, ez nagyon rosszul aludna. Tényleg, aki ma még nem olvasott verset, ma a költészet napja, kicsi verset olvasson. Nem muszáj Barta László Zsolta, de akár őt is, www.lato.ro honlapon bejut keresőbe, és ott vannak a versei. Kávés 7/7-es, ez a két vers volt. Kávés 7/7-es. Mára ennyi, költészet napja van, tévé becsuk, vers elő, vers vége, tévé néz. A viszontlátásra, és köszönöm, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.